Csalihó, szevasztok, zsíros deszka vagyok, a morcos, zora, stukkoló. Ez lesz a következő zeném, gyerekek. A stukkolásról fog szólni, nehogy kiadjátok. Na, többen rám írtatok Instagramon, hogy mi a helyzet a paradicsomokkal. Gondolom, hogy ilyen leellenőrzés, hogy tényleg dolgozunk, vagy mi folyik itt gyöngyösen, vagy valami ilyesmi. Dolgozunk ezerrel, már ilyen szépen felnőttek, és mindjárt ide becsapom mögé, így néz ki, tehát így nagyjából ekkorák a paradicsomok, még kell szerintem egy olyan jó hónap, hogy beérjenek, és ilyen finomak lesznek előre láthatólag. Mindig ilyen finomak, úgyhogy idén miért ne lennének ilyen finomak, vagy valami ilyesmi. Nagyjából ennyi, aztán ami még kérdéseket felraktatok, hogy mi a helyzet a másik házzal, aminek szétkapta a tájfun a tetejét, az még mindig ugyanúgy van egyébként. Volt egy ilyen jópofi húzás, aminek eléggé örültem, hogy az állam azt mondta, hogy majd hogy finanszírozza a helyrehozatalát mindenkinek, mivel hogy országos viszonyokban szinten szétkapta a házakat a vihar, ugye, és mondom, ez de jó lesz, és azt mondták, hogy a 70%-át kifizetik, erre kijött hozzánk a szerelő, körbenézett, és igazándiból a valóság az, hogy felül ment szét, úgyhogy ott kicserélni, ja, 4 soron felül, szerintem egy olyan nagyon ráhúzva 1 millió körül van. Fickom egy körbenézett, azt mondja, hogy hát itt is, meg az egész házban ugye meglazultak a fóliák, és hogy ez veszélyes úgy alapjáraton így felmenni, mert le is eshet, beszakadhat, stb. Úgyhogy ki kell cserélni az egész házban a fóliát, az összeset, mondom, mi. És odáig jutottunk, hogy ilyen 20 milliós nagyságokba elkezdett nekem beszélni jenbe. Tehát azt megmondom, hogy 20 millió körül lehet felépíteni egy új vadőúj házat, nagyjából abban a nagyságban, amit ő mutatott. Mondom, ne akarja elvarázsolni. Aztán, ja, fölhívtam az önkormányzatot, mondom neki, hogy ilyen 20 milliós összegekről beszél a fickó, és egy új házat akar nekünk készíteni. Aztán mondták, hogy hát azt ők nem tudják, ők igazándiból kijönnek, felmérlik, hogyha ugye igénybe vesszük ezt a lehetőséget, hogy az állam ugye fizeti nekünk a 70%-át fizetnék egyébként, és majd ők megállapítják azt, hogy melyik rész az, ami tényleg a tájfuntól ment szét, nehogy már tényleg egy új házat felépítsünk, meg mások is ugye. Tehát az önkormányzat kijön, leellenőrzi, okay, ennek a résznek nagyjából ennyibe kerül, és annak kifizetjük a 70%-át. Ők is azt mondták, hogy olyan 1 millió körül, úgyhogy ami azon felül plusz, az meg azt nem. Aztán mondom a szerelőnek, hogy hát figyelj már, hogy önkormányzat ezt mondta, hogy ők csak felül. A szerelő meg azt mondta, hogy ő meg így nem nyúl hozzá, mivel, hogy na mondom, akkor jó van, ülj be a kocsitba, barátom, menjél, nem széjjel szedlek darabokra. Tehát na, lényeg annyi, hogy gondolom, hogy a szerelő is ezen nagyot szeretne szakítani, hogy majd az önkormányzattal kifizetteti azt is, amit még nem kéne, meg mit tudom én, úgyhogy hagytuk az egészet a francba. Még egyelőre ugyanabban az állapotban van. Aztán, ja, majd gondolkozom rajta, hogyha lesz rá időnk, mert egyelőre ténylegesen rajta vagyunk itt a paradicsommókán, meg kint is ugye a földeket még egyelőre van, ahol még nem is takarítottam el, a padlizsánoknál is még len vannak a cölöpök, stb. Meg pluszba visszük a zöldségeket eladni is, tehát szedjük, mossuk, ja, tudjátok. És így aztán, ja, haladunk, ahogy tudunk, aztán majd azzal a házzal szerintem majd én csinálok valamit, nem tudom, így egyedül azért, hogy elég húzós, 4 sor, és majdnem ilyen hosszú, mint ez a ház, elég durva meló, de mindegy, majd valamit összehozok vele, aztán meglátjuk. Azon is gondolkoztam, hogy lefixálom, tehát hogy ne lehessen nyitható, mert az igazság, hogy azért, mert hogy nyitható, oda tud belekapni a szél, és hiába javítom meg, jövőre majd megint szétszedi a tájfun, tehát. És azt mondják, hogy minden évben egyre durvább tájfunok jönnek, úgyhogy gondoltam, hogy kívülről lecsavarozom a francba, aztán szélét úgy is lehet nyitni, úgyhogy szellőztetni azt lehet. Jó, egy kicsit melegebb lesz, mint szokott, de úgy alapjáraton nyáron nem nagyon szoktam benne sok mindent felnevelgetni. Ja, úgy a nyár elejéig befutva úgy igen, de aztán úgy ténylegesen, amikor már a nyárnak a közepe jön, akkor már nagyjából csak el szoktam takarítani, és ja, augusztus-szeptember körül kezdek el megint ültelgetni benne, akkor viszont már úgy nagyjából kezd hűlni a levegő. Tehát, ja, felül, hogyha nem nyitható, az se olyan nagy baj. Na majd
kigondolom, aztán valamit összehozok, majd én magamtól megjavítom. Nagyjából szerintem ennyi, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is, és találkozunk a következőbe. Sziasztok!